Egymás után érkeztek a Szilágyi RFC labdarúgói a református templomba. Évek óta hagyomány, hogy az egyesület idény zárójára ezen a szakrális helyen kerül sor. A közel 200 sportoló, szülő és támogató gyorsan megtöltötte a padsorokat. Elsőként Bocskorás Bertalan elnök lelkész látta el lelki útravalóval a fiatalokat. Összeszedem minden erőmet, és megyek, csinálom. Ti ügyesek vagytok, mert azt gondolom, hogy ehhez hasonló módon hetente mentek, és csináljátok. Hetente többször részt vesztek a edzéseken, becsületesen bemelegítetek, rúgjátok a bőrt, fölkészültök, ott van egy céltudatosan a szemetek előtt. És lehet, hogy az osztálytársaitoknak sokkal több ideje van számítógépes játékokra, TikTokra, meg arra, hogy unatkozzanak. Lehet. De a nyertesek azok ti vagytok. A hagyományoknak megfelelően Vinci Attila elnök értékelte a 2023-24-es szezont. 13 éve minden egyes alkalommal találkozunk. Elején apró létszámmal, az idei évben talán valaha a legnagyobb létszámmal tudjuk az évet zárni. Nehéz éven vagyunk túl. Tavaly júliusban azt a feladatot kaptuk, hogy az idei esztendőben védjük meg a körzetközponti státuszunkat. A szakmai vezetés ennek a célnak rendelt alá mindent, a szószoros értelmében mindent. Ez nagyon sok áldozattal járt, nagyon sok személyi vitával még végül az eredmény megszületett. Úgy néz ki, hogy a következő 5 évben is megkaptuk, meg tudtuk őrizni a körzetközponti státuszt. Szeretném megköszönni minden edzőkollegának, vezetőnek, támogatónak, aki ennek a részese volt. Az ünnepség keretében adták át a korosztályos csapatoknak az érmeket, kupákat. Ebben az idényben az U17-es korosztály volt az egyik legeredményesebb. Acsai Botonda csapategységben látja a siker titkát. Itt a titok az, hogy a csapatból egy nagyon erős barátság született, inkább egy családnak mondható ez már inkább, mint egy csapatnak, és ennek köszönhető, hogy ilyen jó eredményt tudtunk elérni ebbe az évben. Mind a kettő érem nagyon fontos, hiszen azt mutatja, vagy azt ábrázolja, hogy mit ért el ez a csapat, de én úgy gondolom, hogy a nagypályás focis bajnokság az közelebb áll az én szívemhez. Az U16-os korosztály is kiváló eredményt ért el ebben a szezonban. Az egész csapat remek teljesítményt nyújtott. Lakosbán Levente nyakában 3 érem volt. Mind a háromnak egységesen tudok örülni, mind a három érmek dolgoztunk szerintem, egységesen a csapattal, úgyhogy mind a három ugyanolyan kedves számomra. Hát egyértelmű a csapategység, hogyha valamit, akkor ezt biztos ki lehet nálunk emelni. Szerencsére nagyon jó csapat vagyunk, tudásilag is, és nagyon jó csapatközösségünk, mindent úgymond meg tudunk egymással beszélni. Úgyhogy szerintem ez az, hogy egymásért tudunk küzdeni, és igen, tehát egymásért küzdünk. Az egyesület nem feledkezett el a legkisebbekről sem. A közel 60 focista palánta boldogan vette át az emlékérmeket. A korosztályok legjobbjait is elismerték. A szülői közösségnek, a segítőknek, valamint szerkesztőségünknek is megköszönték a munkáját. Az idényzárók keretében adták át az egyesület rangos elismerését, a Proludum Calcium Adiuvando díjat. Idén dr. Pigel Attila, valamint Fodor Tamás volt a kitüntetett.